A Magyar Városi Népdalkör által előadott bortalok színesítették a péntek délután rendezett 46. gyulai borversenyt. A helyi és környékbeli borászok az előző évekhez hasonlóan mintegy 100 mintát neveztek be az eseményre. Petrócki Mihály fehér és vörös bort is hozott magával. 2 éve csináltam meg az első saját boromat, egy 5 éve telepítettem 5-6 éves szőlőt, és itt Gyulán, és hát így próbálkozom én amatőr szinten, és akkor elhoztam ide a zsűrinek megmutatni, megmérettetni magamat. A nevezett borokat egy 3 fő szakmai, illetve egy 3 fős társadalmi zsűri bírált a 4 kategóriában, vagyis fehér, vörös, gyümölcs és desszertbor kategóriák szerint. A bor ízén kívül annak tisztaságát, illetve színét pontozták. Nem egy profi borverseny, hanem kertbarátköri borverseny, ahol arra figyelünk, hogy a szöllőből, illetve a gyümölcsökből, mert ez nem csak szöllőbor, hanem gyümölcsborverseny is egyben. Mennyire sikerült a termelőnek kihozni a gyümölcsre jellemző ízeket, illatokat, és mennyire karakteres, fajta jelleges italt sikerült készíteni. Gyula és környéke nem történelmi borvidék, de a verseny mégis nagy hagyományra tekint vissza. Az első megmérettetést 1969-ben rendezték, az idei már a 46. alkalom volt. A borkészítés az egy mesterség, és ha az embert megfertőz egy ilyen mesterség, akkor nagyon nehezen lehet abba hagyni. Sokan vannak így rajtam kívül is, hogy belekóstoltak ebbe a szép mesterségbe, és egyre többen, mint mondtam. Én emlékszem rá, hogy a 70-es évek, 80-as években még olyan 40-50 mintával számolhattunk egy versenyen. Ma már a 100 körüli mintákról beszélhetünk, ami azért tekintésmennyiség egy zsűrinek elbírálni. A verseny a megmérettetés mellett alkalmat adott arra, hogy kötetlen hangulatban megkóstolják a termelők egymás borait. Csak neked, el ne felejtsd, a sírom,